Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Valentin napi közeledés. Tegyed vagy ne tegyed? Bizonytalan vagy, mert nem tudod, hogy ez a hölgy hogy reagál. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller számára. Kedves Schiller, üdvözöllek téged, itt most tisztázzuk azt, mi a helyzet, és milyen lépéseket tegyél az ő irányába, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. A kérdés az, hogy jelentkezzél-e nála most Valentin napon. Itt mondhatom a választ egy igennel vagy egy nemmel. Ha nem jelentkezel nála, akkor ő megsértődik. Ezt nem mutatja ki, de ez nem tesz jót, ami a jövőt illeti. Ha jelentkezel nála, akkor megkapja azt, amit elvár tőled. Te ügyelj arra, hogy hogyan közeledsz hozzá. Most megtekintjük ezt a kártyát. Itt arról van szó, ami fontos, amire oda kell figyelni. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Ennek a hölgynek vannak érzelmei veled kapcsolatban, és ez nagyon jó. Te is szereted őt. A hetes szám a hold energiáját mutatja. A vágyakat, a reményeket és az álmokat. Ez a kártya tényleg az álmokat szimbolizálja. Minden kehely egy álom. Itt vannak álomképek. És mint az érmének két oldala van. Ez jelentheti azt, hogy ez az álom megvalósul. És ez nem csak a te álmaidat jelenti, hanem az övét is. Az érem másik fele az álmodozás. De ezek nem a reális dolgok. Itt az a fontos, hogy ez az álom valóság legyen. Ami még fontos, a hold az passzív. A hold az egy nőies energia, és ez a kártya a hold energiáját szimbolizálja. A holdnak nincs saját fénye, hanem a naptól kapja ezt meg, és pontosan ezek az ő elvárásai. Ő vár tőled valamit, vagy elvár tőled valamit ezen a Valentin napon. Ha te nem jelentkezel, akkor ő meg fog sértődni, de a büszkesége nem hagyja azt, hogy erről ő beszámoljon. Most megtekintjük a következő kártyát. Vedd kezedbe ezt a botot. Légy aktív. Ez a bot jelképezi a tűz elemét, és az utal a bátorságra, az erődre, a férfiasságodra, a lelkesedésre, és jelentkezz nála ezen a Valentin napon. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ezen a képen láthatóak az érmék. Az utal anyagiakra, és utal a munkára is. Itt vannak problémák, nehézségek, erre utal a 9-es szám, mert mutatja a korlátozásokat. Ezek az érmék jelentik a belső értékeket is. Kifele azt mutatja, hogy ő értékes, és elvárja azt, hogy mások csodálják őt. Viszont belülről bizonytalan. Itt is vannak belső feszültségek, korlátozások.
Ezek az érmék jelentik a föld elemét, és itt akkor reális dolgokról van szó. De neki ebbe hinnie kell. Amit még ez a 9-es szám, ez a korlátozás jelenthet, hogy ő tesz korlátokat, és nem fogja kimutatni azt, hogy ő boldog, mert te jelentkeztél. Nem fogja kimutatni, mennyire örült ennek a hírnek. Te ne légy szomorú, légy biztos a dolgaidban. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ezen a képen szintén az érmék láthatóak. Természetesen ez jelentheti az anyagiakat és a munkát, de itt látható ez a bizonytalanság. Ez nem stabil nála. Amit még ez a kép jelent, ott van egy fiatal fiú, az tanul valamit, a másik két személy figyeli, hogy mindent jól csinál-e vagy sem. Lehet ez egy ilyen vizsga is, vagy kell itt valamit még javítani, valamit tanulni. Ez persze utalhat a munkára is, hogy lesz egy új kezdet, vagy valamit ő szeretne még tanulni, kezébe veszi a dolgokat, és ügyel arra, hogy a munka és az anyagiak terén meglegyen a biztonság. De a képnek van szimbolikus jelentése is, és kihat a ti párkapcsolatotokra. Az érméknél reális dolgokról van szó. Jó úton vagytok, hogy ez az álom megvalósuljon. Amit még ez jelent, a belső értékeket. Te is bizonytalan vagy, ő is bizonytalan, és itt tanultok valamit. Hogy legyen köztetek ez az összhang, és értékeljétek egymást. Neki nem a külső fontos, akkor is, ha korábban így nyilatkozott, hanem számára a belső érték. De ennek kell, hogy tudatában legyél. Mennyire értékes vagy, nem csak mások szemében, hanem ő is így lát téged. A probléma csupán az, hogy ő ezt nem mondja ki. Ő nem nyilatkozik. Ő mondja inkább az ellenkezőjét, mintha te nem tetszenél neki. Más a férfi ideálja, de ott csalódások vannak. A megbecsülést, a szeretetet, a bizalmat és a hűséget tőled kapja meg. Annyit tudunk erről a hölgyről, hogy nagyon büszke. De te is értékes vagy, és mutasd ki a te büszkeségedet, erre utal ez a király. Te vagy itt a király, a levegő eleme felett. Legyen meg ez a királyi fellépésed, ez a büszke tartás, és te irányítod az eseményeket. Te uralkodsz. Uralkodsz a levegő eleme felett, ami utal a könnyűségre és a kommunikációra. A kezedben van ez a kard, és ez szimbolizálja a döntéseket. Fontos döntéseket fogsz hozni. A kard mutatja azt is, hogy mennyire fontos áttenni magunkat a félelmeken. A háttérben ez a szürke felhő utal a félelmekre, de a kard ezt elvárja. Te nem tudsz itt veszíteni. Te legyen meg ez a királyi tartás. Ne hagyd, hogy ő játszadozzon veled. És te fogsz fogalmazni. Írsz neki a Valentin napon, de gondold jól át, hogy fogalmazod. Ne túl sokat, ne túl keveset.
ne írj érzelmekről. Mert lehet, hogy elutasít. Attól függően, hogy bal lábbal kelte fel, vagy jobb lábbal. De ne vedd ezt személyes dolognak. Ő játszadozik. Tehát ne beszélj érzelmekről. Így véded magad egy csalódástól. De ha másképp fogalmazol, olyan felületesen, akkor ez a büszke nő megsértődik. Akkor is, ha Valentin napról van szó, és itt szerelmi dolgokról, az jó, ha írsz neki, mert ez a hölgy szeret téged, csak te nem látod ezt még, nem látsz át az ő érzelmein, mert ő nem mutatja ezt ki, de te se mutasd ki. Én a te helyedben küldenék neki egy zenés videót, és azt írnám hozzá, ebben a pillanatban rád gondoltam. De ha kiválasztod a zenét, ne szerelemről legyen szó, hanem egy kellemes melódiát küldj neki. De ezt még te átgondolhatod, tégy úgy, ahogy te szeretnéd. Ez egy olyan tanács volt számodra. Most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik az anyagiak felett. Természetesen munkáról is van szó, mert ez összefügg. De ez az arany érem utal a belső értékekre is. Te biztos lehetsz abban, hogy te értékes vagy számára. És ő is értékes számodra. Lehet köztetek újra egy munkahelyi kapcsolat. Erre is utalhat ez az érem. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a fiatal fiú átnyújtja számodra ezt az arany érmét. A képnek van egy szimbolikus jelentése, mutatja a közeledést időben is. Azon kívül azt is jelenti, hogy kis lépésekkel közeledj hozzá. Az is célhoz vezet. Te vedd kezedbe ezt az aranyérmét, és légy a te saját értékeiddel tisztában. És kell, hogy ez a hölgy értékeljen téged. Az érmék mutatják a föld elemét, itt reális dolgokról van szó. Tehát ez az álom megvalósul. Utalhat persze a jövőben egy közös munkára is. Itt lesz közeledés, ő elfogadja tőled ezt az ajándékot, nem mutatja ki az érzelmeit, de légy biztos a dolgodban. Kedves Schiller, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok sok sikert, és minden jót, szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!